már egyfajta hagyomány, hogy a régió árt bemutatja az adott évi termését, illetve hogy a nyári tábornak a munkáit is megtekinthetjük. Ha itt körülnézzük, láthatjuk, hogy valami köré mégiscsak kikristályosodott ez a dolog, mert elég sok helyen látni különböző fém tárgyakat, és ezek hát ugye itt kezdve az autó, fék, tárcsától kezdve egyéb eszközökön át nagyon sokféle módon alakultak át, hogy valamiféle gondolatot varázsoljanak azokba, akik ezt megnézik. És ugye ilyenkor abban a hibában is lehet esni, hogy az ember elkezdi megpróbálni megmagyarázni, és ugye arról már itt beszélgettünk többekkel a megnyitó előtt, hogy Arany Jánossal kapcsolatban volt egyszer az, hogy egy kritikus elkezdte magyarázni, hogy és akkor a költő arra gondolt, és amikor elolvasta ezt a részt, akkor azt mondta, hogy gondolt a fene arra. Szóval ebbe a hibába is semmiképpen nem szeretnék esni, viszont azt mindenképpen szeretném megköszönni, hogy az idei évben is minket választottatok, az Egyesület minket választott. Festő, formatervező, textiltervező, fotográfus, grafikus, restaurátor és szobrász természetesen, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ez egy eklektikus tárlat lesz? Ez egy eklektikus társaság, mert ahányan annyi félét csinálunk, aminek csak az oka, hogy ez egy ilyen szimpátia alapon összejöttünk. Lényegében budaörsi és Török Bálint életőleg egy barátunk Budafokról tagja a társulatnak, és egyszer egy megnyitón a Véner Tibor nyitotta meg egy kiállításunkat, és azt mondja, hogy mitől vagytok ti egyesület? Hát mondom, ez egy ilyen laza társaság. Kerámikus lévén én képeknek gondolom őket, ahol a keretnek és a benne lévő figuráknak ugyanolyan lényeges szerepe van, kihasználva azt, hogy a kerámia anyag alkalmas erre. Ennek a sorozatnak van egy előzménye, aminek az volt a címe, hogy Nénik és bácsik a lépcsőházból, ami hát elsősorban gyerekkori élményem, de azóta is folyton figyelem az arcokat, és mostanában inkább az idősebb arcokat. Már csak azért is, mert a szüleink már olyan korban vannak, és olyan helyzetben, hogy van módunk sok idős arcot megfigyelni. Ez a szorult helyzet hát egyrészt utalhat magára a képszerkesztésére is, hogy végül is egy mélyebb térbe van a képkeretben, de hát ez az egyszerű változat vagy válasz lenne. Ennél fontosabb az, amiben ezek az idős emberek kerülnek. Tehát az a fajta vége felé tartó élet, ami legtöbbször nagyon kiszolgáltatott, és hát ez egy szorult helyzet. Ez a bezártság, ez a cím az nagyon jó, mert azt mondja, hogy szorult helyzetben. Hát ki ne lett volna közülön szorult helyzetben? De úgy látszik, Szarka Tamás is, és nem is olyan régen. Sokkal több karakterjegy, forma részlet, netán torzulás, túlzás van az arcokon. Én tanítok már sok-sok éve egy művészeti középiskolában, és ott, ha fiatalok fiatal modellt hoznak a mintázás programhoz, akkor nagyon nehéz helyzetbe hozzák magukat. Kettős a kiállítás, egyrészt a művésztelep anyagából, másrészt a Régió Art Egyesület tagjaiból tevődik össze. Az, hogy mi kerül a falakra, az részben egy válogatás eredménye, elsősorban az alkotó és a köztem lévő megbeszélés eredménye. Másrészt pedig egy nagyon érdekesen alakult a művésztelep sorsa, hogy
Egyik textiles hölgy a fémek felé fordult, már régóta izgatta, és látta a műhely lehetőségeit, hogy itt az alkalom. És ez nagyon érdekesen, kimondatlanul végül is vezérmotívuma lett a fémek használata a művésztelepnek, még azok részéről is, akik eddig talán nem nyúltak hozzá, vagy úgy, hogy közvetlen fémeket használtak valóban, vagy úgy, hogy fémes hatásokat, mint a kerámia felületén. Szerencsés város ez a Budaörs. Nem, nem a hozzá kapcsolt zsurnál ízű jelzők miatt, hogy ő a székes főváros nyugati aranykapuja, meg hogy tele van pénzzel és jól kezelt csatornákkal, újonnan épült óvodákkal és játszóterekkel. Ez mind-mind jó, hanem azért, mert temploma, kocsmái, országos hírű gimnáziuma és zeneiskolája is van, s végül, de nem utolsó sorban, olyan jeles képzőművészei vannak, mint az itt kiállított vallomások alkotói. Azért használtam ezt az első hallásra fellegzősnek tűnő szót, mert a vallomás olyan, mint az alkonyi tóba vetett kő, az ember kezétől még meleg kavics, mely egyre nagyobb és nagyobb gyűrűket, hullámokat vet a sima víztükrön, olyannyira, hogy a legnagyobbak elérnek egészen a lábunkig, de mondhatnám úgy is egy kis képzavarral, hogy egészen a szívunkig. Szerepen mindig mások a résztvevők, tehát mindig Szarka Tamás, aki keramikus, ő az, aki meghív mindenféle műfajból művészeket, és mondjuk ott az a közös nevező, hogy az ő kerámia stúdiójának a technológiája végül is az, ami összeköt, mert akkor mindenki kerámiában dolgozik. Tehát ilyen-olyan-amolyan módon, de a kerámia köti össze ilyenkor a művésztelepnek a résztvevőit. Stremeny Géza. Két alkotással is szerepel itt. Az egyik a sírástól, vágyakozástól eltorzult, a portugál fádókat, és itt egy picit magyarázkodnom kell, Portugáliában van egy zenei műfaj, a fádó, amely olyan édes, mint az őszi méz, vagy az őszi napsugár, amire így rá lehet támaszkodni, és biztos, hogy nem esik el az ember, olyan tömör. Nagyon szép dallamok ezek, és ezek mind a Saudádéról szólnak, ez is a címe a képnek, a keretben, Saudade, ami portugál, hát a Kosztolányitól kezdve minden nagy író megpróbálta megfejteni és egy szóba tömöríteni a magyarba ezt a gyönyörű portugál fogalmat, talán az elvágyódás. De nem olyan lélektelen, mint az angol spleen.
ez egy édes, kedves, meghívott fájdalom. Ez a saudade. Nekünk nincs szükségünk erre a szóra, mert születésünktől kezdve ezt gyakoroljuk. Ez az előcsarnok mondjuk ez nem annyira jó, mint kiállító tér, mert mondjuk eléggé laza, meg tudom én, ilyen paravánokkal kell valahogy létrehozni a valamik rendezettséget. Ellenben sokan megfordulnak. Sokan megfordulnak itt. Na most egy kiállító teremben, ott még a legmenőbb kiállító teremben is az, hogy van a megnyitó, és aztán másnap három ember lézeng benne a teremőrrel együtt, úgyhogy sajnos ez így van. Ebből a szempontból ez szerencsés, ez a helyszín. És hát végül is a város az, amelyik a támogatója ennek a egyesületünknek, úgyhogy akkor nyilván itt rendezünk kiállítást is. Úgyhogy. És gondolom, hogy az emeli a fényét, színvonalát, vagy a nívóját ennek a kiállításnak, hogy a polgármester úr nyitja meg, illetve hát ő is beszédet mond. Mindenképpen nagyon örülünk, hogy elvállalta a köszöntést, és hát régi pártfogója ennek a művésztelepnek.